sziasztok, és üdv újra a csatornán. A mai videó nem lesz más, mint egy dotra kis smink tutoriál, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, kezdjünk is bele. Először a L'Oréal True Match korrektorát fogom használni, és most nem fogok alapozót használni, csak egy kis korrektort ide-oda a szemem környékéhez, az orrom alá, az államra, csak hogy éppen ne legyen túl egyenetlen a bőröm. Majd a Maybelline Fit Me fixáló puderét fogom használni, és csak nagyon-nagyon vékonyan körbe puderezem az arcomat. Ezek után az I Heart Revolution Chocolate Strawberry palettájából fogom használni ezt a bronzosító árnyalatot, és egy kis koszosságot, bronzosságot adok a bőrömnek, hiszen egy dotraki nem néz ki teljesen tökéletesen. Ezt felviszem az arccsontomra, a homlokomra, az orrom környékére és leegészen az államra. Pedig jöhet a szemöldök, ami egy elég meghatározó eleme ennek a dotra kisminknek, hiszen Karl Drogónak az egyik szemöldökén van egy vágás, amit én is ugye meg akarok csinálni. Úgyhogy először kis szemöldökecsettel az egyik szemöldökömet szétválasztom, és sokkal inkább feljebb fésülöm, hiszen itt is az a lényeg, hogy legyen egy tökéletes, nem tökéletes mink. Place Nubian palettájának a legsötétebb barna árnyalatával elkezdem kihúzni a szemöldökömet, figyelve arra, hogy egy kicsit dúsabbra csináljam, és egy kicsit tényleg szőrösebb, szálasabbra. Majd pedig az Essence Make Me Brow szemöldök zseléjével ezt fixálom. Pedig az I Heart Revolution S'mores palettájából fogom először a Roasted árnyalatot használni, és ezt fogom felvinni a teljes szemhéjamra. Itt is az a lényeg, hogy ne legyen teljesen tökéletesen eldolgozva a szín, hanem egy ilyen nagyjából, mint hogyha nagyjából kézzel vinnéd föl, úgy nézzen ki, de mégis legyen valami formája. Beviszem teljesen a belső szemzugomba is, és egészen kihúzom majdnem a szemöldök csontig. Ugyanezt az árnyalatot fogom használni az alsó szempillasoron.
picike-picikét egy tiszta ecsettel eldolgozom a szélét, hogy mégsem nézem ki túl durván és erősen, de mégis meghagyom ezt a kicsit természetesebb jellegét is. Majd a Sleek Olala linerével az alsó és felső vízvonalamat, és ezen kívül a szempillatőt is kihúzom. És mindezt egy laposfejű ecsettel szépen el is dolgozom, hogy még füstösebbé tegyem a sminket. Majd pedig az Essence Get Big Lashes fekete színű szempillaspiráját fogom használni, és bőven tenni fogok fel szempillaspirált. Majd pedig elkezdem megcsinálni a sebet, amihez igazából simán csak ajakkontúr ceruzákat fogok használni. Ezek Essence hosszantartó ajakceruzák, és először egy nudosabb, enyhén rózsaszín beütésű árnyalatot fogok használni, amivel úgymond megskiccelem magát a sebet, és egy nagyon pufi, tömött ecsettel átmegyek rajta, és egy kicsit beledolgozom a bőrbe, hiszen természetes hatásúnak kell, hogy tűnjön, mint hogyha az a seb már régóta ott van, és ezzel egy kicsit beledolgozom, majd visszamegyek a ceruzával, erősítek egy picit rajta, majd megint vissza is beledolgozom, enyhén elhalványítva a szélet. Majd egy szó szerint vérvörös ajakkontúr ceruza következik, amivel nagyon óvatosan, éppen hogy csak a legbelső vékony vonalat átrajzolom, és ugyanúgy szépen eldolgozom. Ezzel adok egy kis dimenziót a sebnek, hiszen vannak részei, amik sokkal vörösebbek, sebesebbek, mélyebbek, és ezzel ezt lehet érzékeltetni. Majd ha úgy éreztem, hogy valaha kicsit túl erős a sikeredett ez a vörös árnyalat, visszamegyek az első 20 színű ajakkontúr ceruzával, és összedolgozom őket. Majd pedig jöhet igazából az, amitől dotraki a dotraki, és nem vagyok mesztelen, simán csak a válpántomat fogom levenni, ne aggódjatok. A kék festéshez nem más fog használni, mint a NYX Liquid Suede folyékony rúzsait, és abból is a Jet Set nevezetű árnyalatot. Igazából ez az, ami a leginkább olyan színű, mint a filmben. Először a körvonalát rajzolom meg úgy nagyjából, és utána fogom kitölteni a termékkel a csíkokat. Viszont amire felhívnám mindenki figyelmét, hogy ez nem fog lejönni. Tehát én 2-3 napig csíkos voltam utána, hiszen ez nagyon-nagyon tartós, és ezért szeretem a NYX Liquid Suede folyékony rúzsét, viszont ugye a számon teljesen máshogy fog viselkedni, mint a bőrömöm.
magán így a testemen levő bőrömön, hiszen más bőrtípusról beszélünk. Úgyhogy, hát mit mondjak, elég tartósra sikeredett ez a festés. Úgyhogy megint kitöltem, és utána visszamegyek, és megerősítem a körvonalakat újra. Viszont mivel ez nem egy matraszáradó fékony rúzs, hanem egy ilyen, mint ahogy a nevében is van, egy ilyen szuéd fékony rúzs, ezért nagyon vigyázni kell arra, hogy vagy ne nyúljunk hozzá, mert nem fog teljesen matraszáradni, vagy pedig sötét kékszínű szemhéjpúderrel, vagy átlátszó porpúderrel fixálni kell a dolgot. Végezetül jöhet a szájsmink. Ugye nem akartam túlzásba vinni, úgyhogy a sebnek használt 20 színű ajakkontúr ceruzával nagyjából kitöltöm a számot, és ezt is egy kicsit eldörzsöm, hogy ne legyen túl tökéletes a dolog. Pedig szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan is bújjok bele ebbe a cosplaybe. Először a felsőt fogom felvenni, aminek a hátulja egy melltartó kapocsal és egy tépőzárral záródik, hogy könnyen ki is be tudjak bele. Majd jöhet az alsó, ami egy nadrág szoknya, az alapja egy nadrág, és arra építettem rá a szoknyát, így sokkal kényelmesebb, és semmi probléma nincsen viselése közben. Majd pedig jöhet az öv, melynek elkészítéséről láthatatok már tőlem videót. Majd pedig a brészröm, amiről szintén láthatatok már tőlem videót. Ezt egy picikét nehézkes felvenni, egyedül is képes vagyok befűzni, de azért sokkal jobb, hogyha van mellettem valaki, aki segít és gyorsan, frissen megvan. Majd pedig jöhet a két arakom, ami két kicsit különböző arakra sikeredett, de végül is ezek a fő fegyvereim. Igazából ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy le ne maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!